Az, hogy én anyukat szeretnék lenni, az a kiskoromtól bennem volt. Jó családban összen szeretetet kaptunk, és nekem mindig is az volt, hogy ha én felnőtt leszek, akkor találom meg is gyerekeim. És hát végül is szerencsém volt, mert találkoztam azzal az emberrel, akivel én ezt el tudtam képzelni, és meg tudtam valósítani. Számomra a legfontosabb az a család, a szeretet, és hát az, hogy magyarnak születtem. Annak idején is nagyon sokat jelentett, amikor a határon túli magyarok írtak nekem, megköszönték azt a sok örömet, amit okoztam nekik. Úgy gondoltam, hogy ennyivel tartozom. Magyarnak születtem, ezért úgy gondolom, hogy én mindig is az maradok. És én mondjuk nem tudom, hogy később mi lesz, vagy hogy alakul az életem, de én mindig úgy voltam vele, hogy én nem tudnék máshol élni. Tehát jó elmenni, megnézni különböző városokat, különböző helyeket, de azért otthon a legjobb. Tehát ilyen nem volt, hogy más országban szerettek volna leigazolni, tényleg, hogy az állampolgárságot vegyem föl, de meg se fordult volna a fejembe. A magyar embernek büszkének kell arra lennie, hogy ő magyar. Azt kéne erősítenünk, ami szerintem ami magyar dolog. Tehát, hogy nem az, hogy más országoktól átvenni különböző szokásokat, dolgokat, hanem a saját szokásainkat, dolgainkat kéne erősíteni. Én mindig mondom a gyerekeimnek, a férjem is, a szüleim is, tehát a nagyszülők is, hogy büszkék legyünk arra, hogy magyarok vagyunk. És ezt nem lehet már tőle elvenni. Ezt nem lehet már tőle elvenni. A nyomában sincsenek, a nyomában sincsenek, tessék bontani odahaza egy üveg pezsgőt, mert Egerszegi Krisztinát nem lehet megverni.